Kedves látogató! Ön a Szivárvány óvoda bemutatkozó kisfilmjét látja. Óvodánk Debrecen kertségi részén ipari parkok és családi házak között helyezkedik el. Autóbusszal könnyen megközelíthető. Körzetünk a József Attila telep, a Homok kert, a Kerekes telep egy része és a folyamatosan épülő Lenz telep. Hozzánk tartozik Debrecen kertségi része Pac is. A Szivárvány óvoda 2020-tól megújult külsővel várja az ide érkező gyerekeket. Hatalmas udvara, árnyat adó fái, füves területei, a műfüves focipálya és az udvari játékeszközök nagyon jó lehetőséget biztosítanak a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, a környezettudatos nevelésre. A Szivárvány óvoda 2 épületben 7 csoporttal üzemel. Az első épületben emeletes 3 csoport, a hátsó épületben 4 csoport működik. A csoportok összetételét vegyes életkorú gyermekek alkotják. Szeptembertől egy homogén csoportot alakítunk ki, a 3 évesek csoportját. Óvodapedagógusainkra jellemző a széleskörű szakmai felkészültség, innovációs törekvés, illetve minőség iránti elkötelezettség. Korszerű ismeretekkel, kellő hivatástudattal rendelkeznek, gyermekszerető, toleráns és empatikus emberek. A nevelést oktatás segítő kollégák Dajka képzőt végeztek, többségük érettségivel rendelkezik, ők a nevelési, gondozási feladatokat segítik. Együttérző, megértő, türelmes és vidám személyiségek. Viselkedésük modellértékű. Az óvoda szociokulturális helyzetéhez igazodva főállású fejlesztő pedagógus gyógytestnevelő, utazó logopédus, gyógypedagógus, illetve 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyerekekkel. A családokkal együttműködve nevelünk élmények és közös programok által. Minden gyermekben az egyéniséget értékeljük, és azokat a személyiségvonásokat segítjük, amelyek az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez szükségesek. Csoportjainkat a szülők és a gyermekek igényeinek megfelelően alakítjuk, figyelembe véve érdeklődési körüket és képességeiket. A gyermekek fejlődését nyomon követjük, a képességeikben lemaradt gyermekek fejlődését segítjük, a tehetségek kibontakozását tehetségműhelyekben valósítjuk meg. A tündöklő szivárvány csoportban a kézművességre és kreativitásra helyezzük a hangsúlyt. Ugribugi csoportunkban főszerepet kap a mozgás. A Varázssziget csoportban kiemelt érzelmi, nyelvi és fantáziafejlesztés valósul meg, töprengő csoportunkban a logikai fejlesztés kerül előtérbe, a toppantó-koppantó csoportban a hangszerek ismerete, a zene és a tánc fejlesztése a meghatározó. Köszönjük szépen figyelmüket!